Köszöntöm nézőinket! Ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. 4 évtizedet ünnepeltek. Az ország egyik legerősebb népi kézműves közösségét hozták létre Békésben. Megkezdődött a virágoztás. Idén is több ezer tűn növényt ültethetnek el a gyulaiak. Átadták a rendőrőrsöt. Jelentős szolgálatot tehet a helyiek biztonságérzetének javításában. Felszabadultan játszhattak. U11-es futballtornát rendezett vasárnap a Gyula Sport. Határsértőket fogtak. Vasárnap több helyszínen és időpontban intézkedtek a rendőrök. Bemutatták az Epiket. Szabó Tibor Benjamin 6 különleges fiatal kalandjairól írt. A népi kézművesség terén korábban nagy tradícióval nem rendelkező megyében az ország legnagyobb népi kézműves közösségét alakították ki 4 évtized alatt. Szombaton 40 éves jubileumát ünnepelte a Békés megyei Népművészeti Egyesület. Ez a nap híre. Jót kívánok néked, szíved vigané. Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte a Békés megyei Népművészeti Egyesület szombaton Békés Csabán. Az eseményen virággal köszöntötték az egykori alapítókat, felidézték az indulás időszakát, valamint a közösség tagjai megemlékeztek az időközben elhunytakról is. Pál Miklósné az Egyesület alapító tagja és elnöke elmondta, sokat kellett tanulniuk arról, hogy mit jelent egy önszerveződő egyesületben dolgozni. Nem tudtuk magunkat igazából kifejezni, meg kellett tanulni, hogy hogyan kommunikáljunk, milyen munkamódszereket alakítsunk ki. És valószínűleg, hogy sikerült, hiszen a 33 alapító tagból folyamatosan nőtt a létszámunk. Ha most beleszámítom azokat, akik már fönt vannak az égben, meg akik csak nagyon rövid ideig voltak az egyesületnek a tagjai, akkor több ezer ember csatlakozott hozzánk rövidebb, hosszabb ideig, és most is 400-an vagyunk. Pál Miklósné kiemelte, 40 év alatt a népi kézművességben nagy tradícióval nem rendelkező megyében az ország legnagyobb számú népi kézműves közösségét tudták kialakítani, és számos értékre bukkantak. Nagyon sokat tudtunk elővarázsolni, előszedni a múltból, olyan értékeket, amelyet a különböző nemzetiségi lakosság hozott ide saját maga, ugye akár a románokra, akár a szlovákokra, a szerbekre gondolok, nem beszélve ugye a magyarok, akik itt voltak, és ezek olyan értékekké váltak, hogy az elmúlt évben például a Békés-megyei szücshímzés a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Listájára került, azonos rangra emeltük, mint a kalocsai, vagy éppenséggel a matyóhímzést. Az egyesület célja a térség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak átadása, megismertetése a fiatalabb generációval. Ennek érdekében különböző táborokat, kiállításokat rendeznek, és képzéseket is indítanak. Hétfő délután Törökzugban megkezdődött a városi virágoztási akció. A következő hetekben Gyula összes körzetében több ezer tő virágot ültethetnek el az emberek. Eredetileg hétfő délután 2 órára hirdették meg a városi virágosítási program első állomását a Törökzugi Fiókkönyvtárba. Azonban voltak olyan érdeklődők, akik már 1 órával hamarabb megjelentek a helyszínen. Ezek a felvételek 2 óra után pár perccel készültek, ekkorra már kisebb sor alakult ki a könyvtár előtti placon. Egy-egy ember 8 virágot kapott a szatyorba. Elkére fogom ültetni, petóniát választottam, pistikét, büdöskét, mi van még benne? Sötét meg sárga büdöske. A néhány éve elindított Virágos Gyuláért program sikere talán még az azt életre hívó önkormányzat munkatársait is meglepte. A lendületet a járvány sem törte meg, akkor elkerülve a csoportosulást, házhoz szállították a növényeket azoknak, akik igényelték. Óriási sikere lett már az elsőben, és nyilván ezt látva, azt az érdeklődést, amelyet kaptunk a körzetünkben lakóktól, arra ösztökélt minket, hogy ezt a programot folytassuk, és idén is 40 ezer tő virág talál majd gazdára, itt Gyula városában, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, mindig valakinek el kell kezdeni a virágoztást, évek óta mindig a 6-os számú választókörzetnek a lakói kapják meg először a virágokat, így történik ez most is. 4 ezer tő virág
van egy képviselőnek, ami azt jelenti, hogy 4000 tő virágig el tud menni. Kónya István elmondta, ez a program nem csak szebbé teszi a várost, hanem még abban is segít, hogy a helyi közösségek erősebbé váljanak. Több példa van ugyanis arra, hogy egy-egy lakóközösség összefogott és közösen ültetnek növényeket. Egyre több az a lakótelepi közösség, akik szeretnének összefogva, akár egy lépcsőház valamennyi lakójának a virágát átvenni, és közösen elültetik. Nagyon jó példa ez itt Észak-Törökzugon, és nagyon jó példa a körzetemben a Békesugárod 72-74-es számú társasház, hiszen ők is összefogtak, és egy nagyon komoly mennyiségű virágot fognak elültetni a holnapi nap folyamán, hiszen holnap a Budurió lakótelep, Békesugárút, illetve Újvárosi Városrész lakóit fogom várni a virágosztásra. Nagyon nagy sikere van, és azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan program, amit az elkövetkezendő években is meg kell, hogy valósítsuk, és tovább kell, hogy vigyük. A városban összesen 40 ezer tővirágot osztanak szét, ezek egy jelentős részét közterületre, vagy közterületről is látható helyre ültetik ki a lakosok. Jelentős szolgálatot tehet a helyiek biztonságérzetének javításában a pénteken átadott két egyházi rendőrőrs. Rendőrőrs kezdte meg működését két egyházán. A korábbi épületet az önkormányzat átalakította, korszerűsítette. A felújítással együtt létszámbővítés is történt, így a körzeti megbízotti csoport őrsként működik majd tovább. A felújított épület átadása alkalmából ünnepséget rendeztek, amelyen részt vett Kovács István vezérőrnagy, gazdasági országos rendőrfőkapitány helyettes is, aki méltatta a település vezetőjének és önkormányzatának erőfeszítéseit, a rendőrök munkakörülményeinek javításáért tett áldozatvállalását. Nem az eredmény, hanem a játék a lényeg. E motto jegyében rendezett labdarúgó tornát az U11-es korosztály számára vasárnap a Gyula Sport. Az Észak-Alföldi regionális bosik torna helyszíne volt vasárnap Gyula. A sporttelepen megrendezett eseményen 8 U11-es csapat vett részt. Az őszi-tavaszi rendszerben lebonyolított tornát mindig más helyszínen hívják életre. Vasárnap a Gyula Sport mellett Törökszentmiklós, Balmazújváros, Békés Csaba, Debrecen, Karcag, Berettyóújfalu és Hajdúszoboszló csapatai játszottak. Körülbelül 4 éve vagy 5 éve focizok, és az a tervem, hogy egyszer nagy karrierem lehessen a fociból. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy a gyerekek élvezzék a játékot, és minél több tehetség megmutassa magát. A 10 éves Ruzsa Balázs célja, hogy felnőttként a magyar első osztályban futballozhasson. Törökszentmiklós ellen játszottunk, megnyertük 4-1-re, és adtam egy gólt, azt megrúgtam egy gólt. A képzőközpontok között vannak kiemelt akadémiák, tehetségközpontok. A Gyula Sport a C kategóriába tartozik. Most ezen a tornán jelenleg a körzetközpontok csapatai vesznek részt. Ez az U11-es korosztály, tehát itt még nincsenek bajnokságok, tornarendszerben fejlődnek a gyerekek, tehát mérkőznek meg egymással, közösségépítő jellegük van is, tehát ahogy elmondtam, a legfontosabb, hogy érezzék jól magukat, élvezzék a játékot, minél több játékörömet szerezzenek, és felkészüljenek majd a későbbiekben a bajnokságokra, a különböző szintű bajnokságokra már 12 éves kortól. Az eseményt már 3. alkalommal rendezték meg Gyulán. A 8 csapat között a végén nem volt eredményhirdetés, hiszen a meccsek üzenete ebben a korban az, hogy a gyerekek szeressék meg a labdarúgást. Vasárnap több helyszínen és időpontban fogtak el a Békés megyei rendőrök határsértőket és embercsempészt. Két helyszínen is határsértőkkel szemben intézkedtek a Békés megyei rendőrök vasárnap. 7 órakor Dombegyház külterületén 3 illegálisan érkező, magát Sri Lankainak mondó férfi ellen indítottak eljárást. Fél órával később újabb 12 külföldit fogtak el, őket egy Sri Lankai állampolgár vitte volna tovább Nyugat-Európába. A rendőrök a 30 éves férfit is elfogták, ellene embercsempészet gyanúja miatt büntető eljárást indítottak. Kora délután 00:30-kor Kötegyán külterületén újabb 15 határsértőt állítottak meg. Ők pakisztáni állampolgárnak mondták magukat, de személyazonosságukat és azt, hogy jogszerűen tartózkodnak Magyarországon, nem tudták hitelt érdemlően igazolni.
Egy három részesre tervezett sorozat második könyvét mutatták be csütörtökön a Városi Könyvtárban. Szabó Tibor Benjamin Epic című kötete egy olyan ifjúsági kalandregény, amely hat különleges fiatal életét mutatja be. Szabó Tibor Benjamin Epic című könyvének második részét mutatták be csütörtökön a Gyulai Könyvtárban. Az elmék labirintusában folytatja a 2014-ben megjelent ifjúsági kalandregényt. A történet egy különleges iskolában játszódik, ahol 6-15 éves fiatal kalandjairól olvashatunk. Mindegyiknek van külön valami speciális tehetsége. Van egy, akik Napóleon-szindrómás, ugye az azt jelenti, hogy nagyon sok dologra tud egyszerre figyelni. Van egy ilyen rábeszélőgép közöttük, egy ilyen pszichológiai manipulátor. Mindegyiknek van valami, és akkor azt kell kitalálniuk, hogy miért kerültek ők oda az iskolába, mert azt nem árulják el nekik. Egyrészt, másrészt meg ezek úgynevezett, ezek a történetek, ilyen kincskereső játékok, tehát hogy valami értéket, ami elveszett, azt próbálnak minden részben valamit felkutatni. Az első részben keresték Attila király, a Hun király Szikambria nevű városát, ez az ős Buda város, mert ott valami kincs van, ebben a második részben pedig egy szektával kerülnek konfliktusba. A történet arról szól, hogy a könyvben szereplő gyerekek közül az egyiket elrabolja egy szekta. A könyv szereplői jól tanulnak, okosak, de a szülőknek nem engedelmeskednek. Szembefordulnak velük, és csak a saját, belső erkölcsi parancsaik mozgatják őket. Az író fő inspirációja egy gyerekkori olvasmány, a Sirius kapitány kalandjai volt. Az Epikkel próbált egy olyan történetet elmesélni, amely egy olyan élményt adhat az olvasónak, mint amit ő kapott 30 évvel ezelőtt. Az első az 2014-ben jelent meg, és a második részt az ilyen módon 7 évig készült. Ennek az volt az oka, hogy könyvkiadóként dolgozom, és valahogy így nem találtam a lehetőséget, az alkotásnak a lehetőséget, mert könyvkiadónak lenni azért hivatalnokoskodás, irodista voltam, és aztán úgy alakult tavaly az életem, hogy lett arra időm, hogy olvassak újra rendesen, meg gondolkodjak, és akkor ebből aztán lett egy újabb ilyen epik történet. Az író elmondta, három részesre tervezte az epik sorozatot. Az utolsó kötet már félig kész van, így várhatóan még idén megjelenik. Az első két része a jelenben játszódik, a harmadik pedig 5 évvel az előzőek cselekménye után. A környezetvédelem fontosságára irányították a figyelmet pénteken, a gyulai iskolákban, óvodákban a Földnapján. Rövid hírek következnek. Virágot ültettek a Boldogapor Vilmos óvodában a Földnapja alkalmából. A gyerekek és az óvonénik együtt kertészkedtek. A péntek délelőtti program során mindenki elültetett egy virágot. A virágültetésnek kettős célja van. Egyrészt, hogy már ebben a korban minél hamarabb kialakuljon a környezettudatosság, másrészt, hogy megszépüljön az óvoda környezete. Fontos az óvoda számára, hogy a gyermekeik olyan környezetben játszhassanak, amelyben jól érzik magukat. Gerebenics Bernadett kiemelte, a környezetvédelmi napok keretében és az év során egyaránt a szelektív hulladékgyűjtésre és a teremtett világról való gondoskodásra is felhívják a figyelmet. Nálam van a légszennyezés, kinél van az ökológiai lábnyomás. Ezek a felvételek már a karácsonyi iskolában készültek. A másodikos diákok a környezetvédelemmel kapcsolatos kifejezésekről tanultak. Itt a gyerekek hétköznapjává vált sok olyan gyakorlat, melyek az újrahasznosítást és a takarékosságot segítik. Szabó Anikó, az iskola alsós munkaközösség vezetője elmondta, egész évben összpontosítanak arra, hogy környezettudatosan neveljék a gyermekeket. Minden osztályban szelektíven gyűjtik a hulladékot, és a tanórákon is rendszeresen foglalkoznak ezzel a témával. Saláta boglárkának a összehúzódott virágait látjuk itt a levelek között. Várja a fényt, várja a meleget, hogy ki tudja teljesen tárni a valós szépséget. Zöldbe borult a természet, és néhol már többek között salátaboglárkával és odvaskeltikével is találkozhatunk, ha pósteleken kirándulunk. Boldog Gusztáv kiemelte, áprilisban már elmondható, hogy zöldbe borul a táj. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága munkatársaként kollégáival arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy mennyire törékeny rendszer, amiben élünk. A természetvédelmi szakember hangsúlyozta, szakmájából adódóan a természetvédelmi
védelme számára az elsődleges feladat. Kiemelte, a világnapok arra vannak, hogy felhívják az emberek figyelmét, de nem április 22-én kell megvédeni a természetet, hanem az év minden napján. A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezetvédelmi megmozdulássá vált Magyarországon, egy olyan cselekvő ünnepé, mely mindnyájunk jövőjéről szól. A Gyulai Zsidó Alapítvány és a Gyulai Önkormányzat szervezésében két napos konferenciát rendeznek április 26-án és 27-én a Városházán. A történészek és helytörténészek az eltűnt kistelepülési és kisvárosi zsidóság nyomában címet viselő eseményen az ország számos pontjáról érkeznek előadók. A konferencia egyik védnöke a Magyar Nemzeti Levéltár Békés megyei levéltára. A magyar kistelepülési zsidóság históriája számos helyen feltáratlanul merül a feledésbe. Sáfár Gyula igazgató elmondta, a gyulai zsidóság történetének kutatásai már az 1990-es években elkezdődtek. A kétnapos konferencián a Gyulai Levéltár munkatársai is tartanak előadást. Kedden Erdész Ádám a KNER levelek az óceán két partjáról címer tart ismertetőt, Cégé Petra Gabriella a zsidó temető adatbázisának új felületéről beszél. Sáfár Gyula igazgató szerdán a békési zsidó ingatlanok tulajdonváltásai 1944-ben és utána címmel tart majd előadást. Ő Lizi néni. Több mint 20 éve láttam őt először, amikor Budapestről Solymára költöztem. Vagy ahogy a helyiek mondják, Saumárra. A magyarországi németekkel foglalkozik az a dokumentumfilm, melyet jövő kedden Gyulán is bemutatnak. Az első vetítésre január végén került sor a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretein belül, így a gyulaiaknak sem kell sokat várniuk Sós Ágnes és ifjabb Petróci András alkotására. Kovács Lajosné elmondta, ez a film segít abban, hogy a nézők jobban megismerjék a hazai németek történetét, kultúráját, mentalitását. A filmet jövő kedden két alkalommal is levetítik a Gyulai Művelődési Központban. Az első délelőtti alkalomra a város középiskoláiból, illetve német tagozatos általános iskolájából érkeznek diákok. Az estén minden érdeklődőt szívesen látnak. A vetítést követően beszélgetés következik Sós Ágnessel, a film rendezőjével. 11 magát pakisztáni állampolgárnak valló férfit tartóztatott le a rendőrség április 22-én, pénteken Dobozon. A külföldi férfiak személyazonosságukat és jogszerű magyarországi tartózkodásukat nem tudták igazolni. A határsértők ellen idegenrendészeti eljárás indult. Pálinka mustrát rendeztek Békésen. Lapszemle következik. Újabb nyertes pályázatok Kardoskúton. Tavaszváró falusi mulatságot rendeztek a Művelődési Házban, írta a Beol. A programot a Magyar Falu programban elnyert 1 millió forintból szervezték meg. Nyílnak az agárkos borok. Botanikai túrát hirdettek a Geszti csillaglaposi legelőre és környékére, közölte a kmnp.hu. A sok értékes növényfaj közül kiemelkedő az agárkos bor, melynek egyes években több ezres állománya virít ezen a legelőn. A rendőrökért imádkoztak a Móra városi templomban. Éppen 30 éve született a kormányrendelet, amely szerint a rendőrség napját hazánkban Szent György napján ünnepeljük, írta a szegedcsanád.hu. Szeged Móra városon hálaadó szent misét mutatott be Fazakas Attila plébános minden aktív és nyugállományú hivatásos rendőrért, illetve a szervezet elhunyt tagjaiért. Pálinka mustra Békésen. A helyi párlatok versenyét a Kiskaszakör szervezte, írta a Békési Újság. Idén 27 párlatot bírált a zsűri, a legtöbb nevezés szilva pálinkából érkezett. Kedden és szerdán felhős és napos időszakok váltják egymást. Kisebb-nagyobb csapadék előfordulhat. A hét második felében kevesebb lesz az eső. Kedden újra kisüt a nap, csapadék is előfordulhat. A keddi hőmérséklet 7 és 21 fok között alakul. Szerdán többfelé kialakulhat eső, zápor, illing szél várható. Hajnalban 8, napközben 20 fokra készülhetünk. Lássuk még egyszer mai híreinket. 4 évtizedet ünnepeltek. Az ország egyik legerősebb népi kézműves közösségét hozták létre Békésben. Megkezdődött a virágoztás. Idén is több ezer tűn növényt ültethetnek el a gyulaiak. Átadták a rendőrőrsöt.
Jelentős szolgálatot tehet a helyiek biztonságérzetének javításában. Felszabadultan játszhattak. U11-es futballtornát rendezett vasárnap a Gyula Sport. Határsértőket fogtak. Vasárnap több helyszínen és időpontban intézkedtek a rendőrök. Bemutatták az Epiket. Szabó Tibor Benjamin 6 különleges fiatal kalandjairól írt. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket a közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk!